Sok szeretettel köszöntöm Tóth Gergely professzor urat, aki a tegnapi konferenciának egyik előadója volt, most ezt szeretném kiemelni, de máskülönben nagyon más sok címe van többek között. A Cleveland State Egyetemen is tanít, és emellett még nagyon sok feladattal foglalkozik, erről fogunk a következőkben beszélni. Kedves Gerge, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk ismételtem, mert te már voltál itt a stúdióban. Milyen érzés újra ide visszajönni egy diaszporai rádióba? Hát köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek benneteket, illetve a hallgatókat is. Éppen 8 éve, hogy itt voltam legutóbb, szinte napra, illetve hát pontosan napra, mert a 2014-es Magyar Kongresszust követő vasárnap, akkor Lóránt is itt volt, tehát akkor ketten voltatok, és egy kis apró javítást, tehát nem vagyok professzor, hanem lektor vagyok, tehát nyelvi lektor. A Cleveland State University-nek tanítom az egyik online magyar óráját, most már hetedik éve, mint tehát lektorként, és aztán Floridai, Florida Atlantic University-n tanítok németet, azt vagy online, vagy személyesen, osztályban, és hát még vendéglátóiparban is dolgozom, ugye most már 16 éve, főleg Floridában és hát a magyar emlékeket kutatom, és fotodokumentálom most már körülbelül 2007 óta, igen komolyan, ennek az eredménye már több mint 90 ezer fénykép, digitális kép, és hát három témáról adtam elő az idei magyar kongresszuson, azt hiszem ez volt a 1, 2, 3, negyedik vagy 5. kongresszus, amin előadtam 2002, 2007, a 2010-re nem emlékszem tisztán, hogy akkor elő is adtam, vagy csak itt jártam, és 14, és most. Uh -huh. Tehát az ötödik alkalommal vagyok a kongresszuson itt, és második alkalommal a rádióban. Na hát a fényképezésről gondolom az érdekelni a hallgatókat Igen. elsődlegesen legjobban. Ahogy mondom, 2007 óta csinálom ezt komolyan, és hát ugyan igen, komolyan, hát ami azt jelenti, hogy mondjuk a koncepció is kiforult, meg a felszerelés is most már elfogadható minőségű, az körülbelül 2013 óta. Tehát ez olyan, hogy a, a, a munkamódszerek, meg minden ugye finomul és, és javítja az ember az évek során. Úgyhogy ezt kevés kivétellel ez ugye saját pénzből zajlik ez a munka. Két alkalommal a Washingtoni székhelyű Hungary Foundation adott teljes vagy részleges támogatást usa belüli utakra, ez a 2018-19, illetve 21-22 vagy 22-23-as út utakról van szó, de hát egyébként mondjuk a a munkának a 90%-át a saját pénzből, a saját időben végzem. Ezzel évente olyan 5 hetet tudok körülbelül tölteni, amikor egy-egy alkalommal állt, attól függ, hogy hol vagyok, melyik földrészen, de akár 13-14 ezer mérföldet is levezetek ez alatt az 5 út alatt, mivel a távolságok nagyok, és cikázik az ember innen oda, onnan amoda sok helyre vissza is kell mennem, ha előző napon esett az eső, és alkalmatlan volt a felvételre, akkor muszáj visszavenni, akkor is, hogyha több száz kilométer vezetésről van szó, mert hát ez a lényeg, hogy meglegyen a kép. Hát sokan kérdezik, hogy miért nem kérsz meg valakit ott helyben, hogy fényképezze le a dolgot. Tehát az olyan, mintha egy vadász azt mondaná, hogy itt a puskám, lőd le azt a szarvast nekem. Úgyhogy ezt folytatom egész kis településektől egész nagy városokig. A fő hangsúly az Észak-Amerikában, tehát USA, Kanada, illetve Nyugat-Európa, de jártam már Dél-Amerikában is egyszer, Argentina, Brazília, és Ausztráliában és Új-Zélandon is. Azok majd még a anyagiak függvényében kerülnek megint sorra, de hát a Kanada és az USA, meg a Nyugat-Európa az muszáj. Tehát ott, ott nincs mese, be kell fejezni. A, most már látom az alagút végét, ami a címlistát illeti. Hát egy olyan több száz oldalas címlista alakult ki az elmúlt 15 évben de most kezdem el úgy érezni, hogy na, rendben van, akkor haladunk, és látom a komoly kézzelfogható eredményt. Az ilyen utakon ugye, ahogy mondtam, egész kis falvaktól, vagy, vagy akár tanyavilágtól kezdve amerikai, ugye ájóva államra gondoljunk, vagy Indiana, vagy Pennsylvaniai bányász, régi bányász településekre, ezek a kis helyek, ahol egy-két ház, akár mint tavaly nyáron történt egy kis telepen, magyarok nyomában, vagy akár New York, hát szóval a legnagyobbakig bezárólag mindenféle településen előfordulok, és hát elég jól kiismerem magam már azt illetően, hogy hol voltak vagy vannak magyar közösségek már olyan szempontból, hogy létrehoztak látható, kézzelfogható magyar tárgyi eredményeket, olyanokat, mint magyar templomok, magyar házak, klubok, temetők, utcanévtáblák, 56-os emlékművek, mincenti emlékművek, magyar üzletek, vendéglők, tehát bármi, ami látható sarokkövek, épület, feliratok, azt én igyekszem megmenteni és dokumentálni, mert hát ez mind enyészik, a legtöbbjük ugye az porlik szét, sajnos, hát hál' Istennek vannak kivételek és fejlődést is látunk, de mondjuk az a kis százaléka az összszámának, az objektumoknak, úgyhogy ez versenyfutás az idővel, nagyon sokszor van, hogy az utolsó pillanatban, vagy az után érek oda egy helyre, volt olyan sokszor, hogy ott létem, és fényképezésem után egy-két hónappal már el is adták a helyet, vagy egyszerűen már túl későn értem oda ahhoz, hogy le tudjam fényképezni az épületet. Hát egy példát mondok gyorsan. Jankers, ugye New York külvárosa, régi nagy magyar központ volt, ott volt egy református templom, egy katolikus templom, egy görögkatolikus templomunk, néhány üzletről is tudok, <kül> és hát kiemelném a... Szent Margit volt katolikus templomot ott Jonkerszba, ami hát az 1910-es évektől működött nagyjából, hát 2000-ig, 90-es évek vége 2000-ig utána bezárt. Én ott voltam egyszer 2011 be de csak kívülről tudtam, mert az egyház megye ugye lezárta az épületet, de hát átmászva a kerítésen azért körbejártam és külső képeket készítettem, de be nem jutottam. 2021-ben is ott voltam a közelbe, de nem jutott már időm, hogy Jankersbe átugorjak New Jersey-ből. Idén viszont volt, illetve hát ott Brooklyn, Bronx és New Yorkot alaposabban fényképeztem idén nyáron 2022 be és akkor egyik délután Jankersbe is elmentem, hogy na megint, hát gondoltam, hogy be most se jutok, mert hát az egy lezárt, lelakatolt épület volt továbbra is, de hogy jobb képeket tudok kívülről. És látom, hogy éppen akkor, hát ez vasárnap volt, tehát nem dolgoztak a bontógépek, de ott voltak a, tehát a fel voltak sorakozva, és az épület már nem állt, ott voltak a konténerek, hogy szállítják el a, a romjait az épületnek, tehát itt valóban egy-két héten múlott a dolog. Uh -huh. Úgyhogy ez ilyenkor megüti mindig az ember, de ugyanakkor számít is rá, és hozzá tartozik, tehát ezzel is számolni kell. Clevelandban most, hát már sokat szor vagyok fényképezés céljából, és ma vasárnap is még az időmet arra használtam, hogy a nyugati oldali református templomhoz elmentem a Puritásra fényképezni belül utólagos, pótlulagos képeket, amik a legutóbbi 2016-os látogatásomkor nem túl jól sikerültek, de most sikerült bepótolni, aztán elmentem a Magyar Múzeumba, ott hát ma a kifejezetten a kedvünkért jöttek oda a Mészáros Andi néni, meg a könyvtár igazgató asszonya Mészáros, ő is Mészárosnak hívják, bocsánat, most elfelejtettem a keresztnevét, de kinyitották nekünk, és a tegnapi előadók közül ketten a Natália Kárpátaljáról, meg a Gábor ö, is ö, odajött, meg a fazakas Robi. Tehát ők, a Robi fölhívta a figyelmemet bizonyos anyagokra, és azért mentem oda, és aztán jöttem ide, és ezután, a interjú után meg megyek Vellandra, tehát a kanadai oldalra, Niagara Falszon lesz szállásom, egy magyar asszonynál, Tarnói Évánál, és ő holnap megmutatja nekem, vagy bemegyünk, már ő időpontokat adott, vagy készített nekem a Vellandi még működő magyar katolikus templomnál, még épp hogy működő magyar görög katolikus templomnál, de állítólag lehet, hogy bezár jövőre, és hát a magyar háznál Vellandon, úgyhogy azt is ilyenkor nagyon várom, és az utolsó órákba is, pillanatokba is igyekszem belezsúfolni, hát amit lehet, mert, mert, mert hát ez mind ugye értékes idő, és nem jut mindenre az embernek ideje, úgyhogy ez a program hátra része. Nagyon érdekes téged hallgatni, és gondolom a hallgatók is így vannak velem. Említetted azt, hogy a te munkád az versenyfutás az idővel, mert minden egy idő után, amit elkezdnek hanyagolni, elvész és kárba vész, és még azelőtt le kellene fényképezni. Kételek, hogy gondolkozz és beszélj nekünk arról, hogy biztos a nagyvilágban már jártál, nagyon sok dolog azért megmarad, mert a helyi közösség gondol arra, hogy valamilyenképpen megőrizzék, ha nem is azt a teljes épületet, de annak egy részét, vagy valahogy emléket állítani valaminek. Kérek szépen erről beszélj ezekről a jó példákról, hogy hogyan lehet Ezeket megőrizni sokkal kevesebb pénzzel, mint amink van, mert a sosincs elég. Igen, hát ez mind attól függ, hogy van-e az adott közösségben még erő. Ez lehet anyagi erő, vagy akár emberi szellemi erő, akinek ez egyáltalán ez eszébe jut, vagy fontosnak tartja az utolsók között, hogy a, az adott épületnek, <kül> bocsánat, vagy helyszínnek emléket állítsanak. Hát hirtelenjében néhány példát hagy mondjak. Pennsylvania államban Windberg, egy régi bányász település, ez Pittsburgh-től kb. egy óra, másfél óra keletre. Szép kis város, nagy kelet-közép-európai, meg olasz múltal, ugye a bányászok zöme ezekből a népekből került ki annak idején, és hát mindegyik megépítette a saját templomát, a magyaroknak is megvolt a saját szent, ha jól emlékszem, Szűzmária, vagy magyarok nagyasszonya temploma. A Templomot le kellett bontani, mert a kórház, a helyi kórház terjeszkedett, viszont úgy oldották meg, hogy a bejáratot, a, tehát egy neogótikus templomról van szó, 1900-es évek elején épült, a, az íves bejáratot magát megtartották a kőből, és azt, az lett az egyik bejárata, gyakorlatilag, hát ilyen szabadtéri bejárata a, a kórház épületnek, ami egy modern épület, és akkor rögtön a boltíves ajtó mellett folytatódik a modern épület fal, azon pedig a magyar közösségnek egy emléktáblát állítottak, hogy, vagy helyeztek el, hogy a magyar közösség templomának emlékére. Ez egy szép példája annak, hogy így is meg lehet őrizni a dolgokat a helyet, hogy teljesen elsöpörnék az épületet. Egy hasonló példát láttam tavaly nyáron, nem is tavaly nyáron, idén nyáron, júniusban Betlehemben, szintén Pennsylvániában, kelet pennsylvániában uh, iparváros volt, acélváros, hát most már átalakulóban van, nincs uh, úgy uh, ipar, hát van egy egyetem meg hasonló, de szóval a régi fénye már nem az, ami volt. Ott is a, volt egy magyar evangélikus templom, ami lebontották, de a homlokzatát megtartották, és része lett egy hát apartmant, hát egy lakó, hát egy épületnek, ilyen társasháznak gyakorlatilag. Tehát egy modern teste van a, a szentély, volt szentélyhelyén ott áll a modern épület, ilyen épület és akkor elől a, az egész homlokzat a toronyal együtt úgy megtartották. Hát gondolom, hogy... Azt nem tudom, hogy most ezt a magyar közösség kezdeményezte, vagy az építész gondolta, hogy ez egy jó poén, mert hát ilyen alkalmak is, vagy apropó is lehet, de minden esetre a megmaradt az a része, meg a hirdető táblája a templomnak is ö, ott maradt, meghagyták, amin még rajta van az, hogy békesség ö, magyarul, meg hogy nem tudom, milyen luteránus templom. Úgyhogy vannak azért ö, erre jó példák, és hát mondom, minden attól függ, hogy milyen számú az a közösség, mert aztán sok van, ahol teljesen szétszéled a lakosság, ugye máshol találnak munkát, kihalnak a régiek, hát ott akkor nincs általában megoldás erre, hanem vagy elporlada az épület, vagy átalakítják a környéket, mint most a Bakájródot, úgyhogy itt Clevelandba, úgyhogy ez, ez attól függ, mondom, hogy mekkora az erő, mekkora erő maradt meg az adott közösségben. Vagy, vagy legis... Illetve hát, hogy tud-e küzdeni, mint például a New Brunswick, akik ugye a magyar atlétikai klub az tárgyalt a kórházzal, és ugye lebontották a régi épületüket, de ki tudtak ugye harcolni egy ugyanabban az utcában egy szép, komoly, nagy épületet ennek fejében. Uh -huh. ha, ugyanakkor, ha már nem is tudnák már, fizikailag valamit megmenteni, akkor legalább kell szóljanak neked, hogy te digitálisan, vagy valaki digitálisan mentse meg. A, a lényeg az, hogy időben, időben kell Hát így van igen. igen. Igen, igen, úgyhogy. Uh -huh. Mindenképpen, hát ehhez kell hogy annak a, a, a kapcsolatok, vagy ismerettség adott helyeken, mert hát a helyismerettel rendelkező hát adatközlők a legfontosabbak. Hát érdekes az, hogy sokszor a helyiek közül se, tehát a külvandi magyarok se emlékeznek már sok mindenre, ami régen volt, például a Clark Avenue-n van egy hungária hal, amit ez a tegnap is említett Kunc Teodor Tivadar régi ugye századfordulós iparmágnás építette a magyaroknak, Azóta már utána a csehek átvették, most meg nem tudom, valami egész más van benne egy régi épület, de hát ezt, ezt nekem kellett így kinyomozni, mert ezt még a helyi magyarok se említették soha, mint hogy érdemes megnézni, hanem véletlenül valami írásos dologba bukantam rá, és ott áll az az épület most is, nem jó állapotban, de ott van. Úgyhogy igen, ez, ez mind nyomozás, izgalmas tulajdonképpen, hát évente. Tulajdonképpen az év majdnem minden napján foglalkozom valamilyen formában ezzel a projekttel. Tehát előkészítés, utómunkálatok, mindenféle része van ennek, úgyhogy nem is tudom át, amikor Ez tegnap... Egy, egy hasznos hobbi, hogy így mondjam. Hát most már több, mint hobbi szenvedély, mert ugye nem engedi el az embert, úgyhogy most már több annál, igen. Említetted, hogy a Hungary Foundation egyik támogatód, aki támogatta az útjaidat. Ugyanakkor ők egy applikációt indítottak el, az az applikációnak neve, hogy Hugo. Uh, mi is elég sokszor uh, ezt a non-profit uh, programot uh, reklámoztuk, támogattuk. A te képeid uh, jelentik az alapját az ő adatbázisuknak. Uh, Ez uh, azért szeretném kiemelni a kedves hallgatóknak, mert ha a te web nem is tudnak feltenni valami emlékhelyet, de ebbe az applikációba fel tudnak tölteni. Uh, milyen uh, kapcsolatod volt a hugóval, erről beszélj egy keveset. Igen, ez úgy alakult, ha jól emlékszem, hogy én régen az egyetemi ugye, dolgok miatt tagja voltam, a, tagja voltam az AHEA-nak, ugye az American uh -huh. Hungarian Educators Association-nek, <kül> még szerkesztője is voltam a, 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 hát évkönyvüknek, hát most már erre nem jut idő, tehát most már évek óta nem vagyok, de a kapcsolat megmaradt, és azt hiszem Basa Enikő hívta erre a applikációra, vagy tervezett applikációra fel a figyelmemet, és hogy beszéljek velük, tehát úgy tudtam én meg róluk ezt a, erről a, a, a majd, a, igen, tulajdonképp kezdeményezésről, és akkor hát mondom 18-ba volt az első 19-es út, és akkor a Covid miatt persze kimaradt, és akkor 22-23, hát ők nyilván csak usa belül li munkát támogatnak, tehát ez csak arra vonatkozik, és hát nagyon hálás vagyok érte. Ugyanakkor megint csak kihangsúlyozom, hogy ez az össz hogy mondjam, kilométereknek, meg hát az időnek csak egy kis százaléka, ami, amire megvan ez a támogatás, a többit azt mind magam kell előteremtsem, de teszem boldogan, úgyhogy ez visszatérek még a hugóra egy pillanatra, de sokan kérdezik, hogy miért csinálod ezt, te miért, mi van ebben neked előny, hát szóval anyagilag. Hát ugye van, aki lepkét gyűjt, van, aki síjel, az se pénzért csinálják, hanem ez a hobbi az embernek, úgyhogy Na de a Hugóra visszatérve, az egy applikáció, ami mobiltelefonon, meg mobil mindenen lehet ugye kezelni elég jól, és a magyar emlékhelyeket Amerikában található magyarulnakozású mindenféle, tehát nem csak templomok vagy izé, de tehát üzletek vendéglőktől kezdve mindent, ami magyar, arra lehet feltenni képeket, és valóban hát én most juttatom majd el hozzájuk a, az eddig nekik készített összes képevet, ami 8000, több mint 8000 képet jelent. És ebben hát a jövő év még nincs is benne. Úgyhogy örülök, hogy van ez a kezdeményezés. Hát ugye Magyarországon volt, hát talán még mindig létezik a nemzeti regiszter, uh -huh. Ami szintén dicséretes, de hát az is egy olyan mozgalmi dolog, hogy hát véletlenszerűen a képen valamit feltölt, az feltölti egy-két képet. Jó, tehát nagyon jó meg kis leírások vannak rajta, de nem egy szisztematikus, nem egy mélységébe menő dolog, mert én ugye, hát az abszolút minimum számú kép, amit készítek, az kettő. De akkor, hogyha egy utcanév, magyar utcanév táblát látok, akkor a maga a tábla és az utca távlati képe, de ez 300-ra is rúghat, ha egy nagyobb magyar templomról, vagy magyar házról van szó, aminek több szintes esetleg, és van melléképület, mert az én, én a legutolsó, legutolsó látható magyar utalást is lefényképezem, tehát ha van egy templomban mondjuk 60 pad, amin mindegyiken van adományozó neve, akkor mind a 60 kis ugye táblácskát lefényképezem, mert és az sem megy olyan gyorsan, mert a vaku ö, felmelegszik, tehát meg kell várni, hogy lehűljön a vaku a gépbe, tehát az is egy... egy legalább egy fél óra egy ilyen sorozatnak a végi fényképezése, mert hát ez is mind dokumentáció, ami egyébként elveszne. És uh -huh. hát Szent István templom, meg aminek a sarok a Boros Misi barátunk kezdeményezésére, erőfeszítésének köszönhetően ide került a Szent Erzsébet templomhoz. Én oda kétszer bejutottam, hát mind a kétszer le volt zárva már, vagy be volt zárva az épület, de hát bejutottam, mert hát be kellett, és ott már a Első alkalommal a padok még ben voltak, de össze-vissza borogatva fel voltak borítva az összes padok, de gyönyörű, műves feliratok ilyen, szinte kézzel festett módon voltak az összes adakozók, hogy melyik család magyar, persze, és hát ott is azt mindenféle testhelyzetben, ahogy éppen dültek a padok ott, azt végigfényképeztem, mert egyébként hát most már tudjuk, hogy az egész épületet elbontották, ki tudja, hogy, tehát nem mentettek ott meg semmit tudatosan, csak a, a sarokkövet sikerült elhozni uh -huh. klivanba. Hát igen, abban na, nekem is nagy részen volt annak a a kőnek az elhozatalában minden ismerettségünket bedobtuk úgy állami szinten, hogy, hogy végre a az a vállalkozó, aki szétbontotta a templomot, az adja ide, mert nem akarta semmiképpen ideadni, de a közbenjárásoknak a következtében... Megtartok. Igen, bocsánat, hogy rólad meg is felelkeztem. Nem voltam annyiba képbe a, a magába a projektről, hogy hogy zajlott, de most már emlékszem, hogy a Misi említette, hogy együtt is voltatok, meg a temetőt is kerestétek. Egyébként ez nagyon furcsa nekem, hogy ilyen, ilyen esetekben mindenféle ilyen mondva csinált dolgokra hivatkozva nem adnak oda például egy, egy nekünk értékes darabot, ami nekik semmit nem jelent. Pont tehát biztosítási, sem. hogy ez mit tudom én, milyen felelő, minden ilyet kitalálnak, és akkor egyszerűen nagyon sokszor ilyen, ilyen hát hogyan elutasító módon kezelik a dolgot, ami nem, tehát ők, ne, nem értem én ezt soha meg, de sokszor hát csak van csak nem ilyen. kell feladni, nekem ez a, a, a az elméletem, hogy addig a végsőkig kell harcolni. A hát persze, hát amúgy lehet. egyébként nem megy, megszállottnak kell lenni. Mint ahogy te is az vagy, a, itt a rádióban nem tudom hány éve minden vasárnapodat itt tördöd. Vagy akár a, a cserkészet, ugye? Í, így van, így van. A, az egy nagyon jó akció volt máskülönben, a Covid alatt történt az egész meg, mikor semmilyen esemény nem volt, és a, a a Covid kellős közepén uh, sikerült egy Szent István napot uh, szervezni itt Klint a, a templom udvarán, szóval nem mentünk be az épületbe, és többen eljöttek és ez egy, egy zseniális ünnepnek is tart uh, számított a, a, annak idején. Már ott meg sporton? Nem, Vagy itt Klivlanda, Klivland amikor újra a, a felszentelték, és egy úgymond emlékhelyet állítottunk neki. Szóval a Clevelandi közösségnek ez Igen. nagyon fontos. És érdekessége, onnan is jöttek ide magyarok. A Na, az de... ez a szép, igen, igen, hogy azokat felkutatni ilyenkor már nagyon nehéz, mert az 2002-ben zárt be az a templom, ott meg Hiszporton, ott már csak egy magyar református templom működik, a Magyar Házat is bezárták már, tehát ott is nagyon porlad a magyar közösség, és hát ilyenkor felkutatni azokat, akik még érdekkel lökhetnek az ilyen uh -huh. dolgokat, az is egy külön feladat. Uh -huh. a... Hogy tudnak téged értesíteni az emberek, hogy valahol még valamit le kellene fényképezni. Hogy tudnak téged elérni, hogy, hogy ezt a feladatot tud elvégezni? Hát most készült el, ha hát most már másodjára a honlapom, 2013 körül elkészült először a www.magyarnegyed.com nevű honlapom. Az elsővel az volt a baj, hogy nem bírta a terhelést meg a képek méretét és mennyiségét, tehát feladta a a, tehát megszűnt működni, és akkor most május, júniusra lett kész, másodszorra ez egy teljesen újra épített honlap. veled is egyébként tárgyaltam érdemben erről, konstruktív ötletekkel láttál el, és aztán végül egy kaliforniai 56-os szabadságharcos magyar támogat a honlap létrehozását, amit ismételten köszönök neki, Jackovics Tamásról van szó. Nagyon érdekes az ő család története. Egyik nagybátyja, vagy nagy-nagybátyja, Jackovics Mihály volt az első görög-katolikus magyar pap Egyesült Államokban, az Egyesült Államokban, tehát őt Passaik illetve keleti partvidékén több nyomát megtaláltam annak a papnak, hát száz évvel ezelőttről. A sírját is tavaly meglátogattam, passzaik mellett, és hát ő is, ő maga 56-os, ahogy mondom, de nagyon sok magyar ügyet támogat, úgyhogy ezt neki köszönhetem. Most fogom majd elkezdeni, már van fent egy ízelítő néhány képsorozat, de most fogom tudni elkezdeni megint a képeimet feltölteni érdemben, és ott van egy e-mail cím, hát tulajdonképpen Két e-mail címen is elérhetnek engem, hogyha tudnak adattal vagy ötlettel szolgálni. Az egyik az gergot, tehát g-e-r-g-o-t kukacjaho.com, a másik meg ogregt, tehát, o, tehát a gergő megfordítva is egy t, tehát o-g-r-e-g-t kukacjahu.com, de hát a legrosz, ha minden kötél szakad, akkor Morná Zsorton keresztül is <laughs> így felvehetik így velem a kapcsolatot, és hát tulajdonképpen nagyon örülök minden utalásnak, vagy e, éppen a tegnapi kongresszuson valaki javasolta, hogy esetleg érdemes lenne a honlapon még a képek alá egy ilyen komment lehetőséget is adni, mert a, akik nézik ezeket a képeket, öreg amerikások, vagy akik ismerik a helyszínt, azok ö, olyan még egyszerűbben szolgálhatnának újabb adatokkal. E egy sztorrit is fűzhetnének, igen, mellé, igen, ne csak igen. képek legyenek száraz képek. Így van, mond. így van. Hát a képek nem szárazak, hál' Istennek, ugye, ahogy mondtam... Most érd jó. Persze, 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 tehát ahogy mondtam az előadásaim során is, hogy nem csak az épületeket fényképezem. Bennük a Bocskai Rádió helyszíne is meg lesz, vagy meg volt, már meg, megint meg lesz, mert ugye magyar mm. szempontból fontos hely itt Kölvandban, tehát a stúdió, illetve a környezete, hanem nyomtatott anyagot is fényképezek, ezzel is évente több száz órát töltök, hogy ott görnyedezek a földre, vagy megfelelő helyre tett lapok fölött a géppel, hogy megfelelő szögbe, meg megvilágításba legyenek élesen lefényképezve ezek a dolgok, ezek régi, hát mindenféle iratok, jegyzőkönyvek, meghívók, templomi buletinek, újságkivágások, évkönyvek, régi fényképek, kisebb tárgyemlékek, amik megtöltik élettel az adott épületet, tehát valamit elmondanak még írásban, vagy az alapítók, vagy az ott lezajlott események résztvevőinek névsorát, vagy egy-két képet, és ilyenkor mindig találok, és ez mondom, ez pótlólagos dokumentációja annak az adott objektumnak. Úgyhogy ebből is, a, hát mondhatnám, talán a képeim egy harmada ilyen nyomtatott másodlagos támogatóanyag, de ugyanolyan fontosnak találom, mert egy nagyon érdekes színfolt, és hát ezek a régi papírok is olyanok, hogy mennek veszendőbe, meg a unokák, gyerekek nem tudják, már nem beszélnek magyarul, kidobják, úgyhogy én ezeket ilyen formán is igyekszem megmenteni. Hát fantasztikus, és további sok sikert kívánok neked. Most szeretnék egy, megint egy egy akciónkról beszélni, ugyanúgy, hogy volt ez a, a Szent István templomnak a sarokkőnek a megmentése. Ha minden jól megy, akkor jövő nyáron, a, nem tudom, ha hallottál, az Itosztábort, ahol szokták tartani, mellette van egy magyar temető, a kongói magyar temető, és ott szeretnénk felállítani egy emléktáblát, a, hogy ez legyen kiemelve, hogy nyilvánvalóbb legyen ez a dolog, és a, a, annyira örülök, hogy most elég sok halló fűre találtunk, hogy ez, 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 történjen meg. Remélem, hogy ez a, a következő itt alkalmával egy, a, egy szép esemény lesz megint, mert én ilyen szemszögből is nézem a dolgokat, hogy, hogy a mostani közösség is a, éljen belőle, és nyerjen valamit belőle. Nagyon örülök, hogy ezt hallom és mondod. Egy példát, hagy, hasonló példát, hagyj említsek, Kanadában, Alberta államban van egy, uh -huh. hát egy kis falu, Basa a neve, Bashav úgy írják, Edmonton és Calgary között. Régi magyar telepesek száz évvel ezelőtt törték ott fel a földet, és hát van a kis maradék temetőjük nekik, a kápolnai a mellett álló, hát az lehet, hogy azt már lebontották, biztonsági okokból arról volt szó, de lehet, hogy <coughs> megvan. Nem tudom, 2017-ben jártam ott, és azóta az ottani Kalgari egyik asszonynal, Steini Juliannával így kapcsolatban maradtam ebb, ez, ez ügyben, és mert mondta ő is, hogy ők is terveznek egy emléktáblát tenni oda a temetőre, hogy kik voltak ezek mégis, és az, 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 is, ez is megtörtént azóta, tehát a konzulátus, vagy a nagykövetség, nem tudom, Torontóból, vagy, vagy Ottavából ment oda, és, és el is helyezték a temetőben ezt a magyar emléktáblát. Ez a Kongó, ez még izgalmasabb, mert ez még jobban az Isten háta mögött van, ugye eldugott helyen, ugye a régi ohio dél -Ohio bányász -telep, ahol már ugye a madár se jár tulajdonképpen, de nagyon dicséretes. És, és meglepő módon nem is tudom, hogy, hogy sikerült ezt, hogy a, a sírkövek annyira épek, mint hogyha most tették volna oda. És a magyar nevek ott vannak, és a számuk rajta 1800-as évek vége, ami nem most. Hát mint. igen, ez a sírkő, ez egy külön történet, ez a temetőknél az nekem a Hát viszketek tőle, amikor ezeket a földbe modern uh -huh. dolgokat látom, mert azt a fű benővi néhány évtized alatt, és teljesen eltűnik az ember emléke. Uh, nyilván ez az egyszerű meg olcsóbb megoldás, de nem lehet összehasonlítani a régi mű műves, hát álló, egyenes uh -huh. uh, sírkövekkel, amik viszont állják a sarat. Uh -huh. Most lépjünk egy témával arrébb. Azon kívül, hogy ezt a fényképes dolgokat csinálod, elvállaltad az MHBK-nak az elnökségét. Először is kélek szépen egy pár mondatba foglalod össze, hogy mit fedez, mi van mögött az MHBK mögött, és a, a rákérdő következő kérdést is mondom, hogy egyből tudjuk, minél kevesebb időt veszítsünk, hogy mi a, a, a célod az MHBK-nak, azoknak a, a, a tagjai, még nem is tudom, egyáltalán léteznek-e reális tagok, már a, a, a koruknál fogva már nem nagyon vannak. És mi a cél, és meddig fogod megőrizni ezt, hogyha erről beszélni A jövőre nézzünk inkább, mint Igen, visszafele. köszönöm szépen. És egyébként ma reggel is kérdezte már valaki. Na, az MHBK Magyar Harcosok Bajtási Körössége 1947-48-ban alakult emigrációs szervezet. Tirolban, illetve Klagenfurt környékén, tehát Innsbruck és Klagenfurt környékén alakult. A kommunista beáramlás, tehát 45-ös szovjet beáramlást következtében nyugatra kényszerült, emigrációba kényszerült honvédek, illetve tisztek, tehát a Magyar Királyi Honvédség tagjainak összefogására alakult ez a szervezet eredetileg kapcsolattartásra, segítésükre, lakás, illetve élelem kiigénylésére a megszálló, tehát a különböző zónákban, amerikai, angol, francia hatóságoktól, és távolati cél Magyarország felszabadítása volt, amiben aztán egy-két katonai akcióval is tevőlegesen részt vett az MHBK. Ezek ugye mind még a Ludovikán kiképzett magyar királyi katonatisztek voltak. Aztán amikor Nyilvánvalóvá vált, hogy a Nyugat nem fogja Magyarországot felszabadítani a Szovjet megszállás alól, tehát a hidegháborúban nem lesz egy kelet-nyugati összecsapás. <coughs> Akkor ez abba maradt, ez a tevékenység, és azóta mondjuk egy hagyományápoló, illetve segítő egyletként funkcionált évtizedeken át a MHBK. Um, világszervezetnek mondható, mert négy kontinens, talán 10-9-20 valahány országában sok helyi csoporttal, illetve regionális városi csoporttal működött. Öm, hát manapság már ugye alig van magyar királyi katona néhány tucat talán, de tudunk néhányról. Öm, van egy újság a Hadak útján, ami az MHBK lapja. Ez egyébként az emigráció, illetve a magyar diaszpórában a harmadik, ahogy mondtam az előadásban is, a harmadik legrégebbi folyamatosan működő megjelenő magyar újság a Kárpát-merencén kívül, a Clevelandi Erősvár és az most szintén különben szerkeztetett Calvin Színód Herald református újság mellett. 49 óta jelenik meg folyamatosan az újság. Um, és ennek én vagyok a szerkesztője is, 2013. januárja óta. A, ezt a szerkesztést az utolsó a főszerkesztő Borolyás Károly kérésére vettem át ő Torontóba élt, azóta ő elhunyt, a vezetés pedig 2020 őszén kaptam meg szintén kérésre, felkérésre Simonyi Lászlótól, központi vezetőtől, Csikágóból. Ő most lesz 90 éves januárban. Hát én egy becsületbeli ügynek tekintem ezt, én megígértem az öregeknek, hogy akiket személyesen már ismertem korábban is, meg interjút is készítettem, ettől függetlenül ilyen oral history interjút mind a kettővel, különböző alkalmakkor. Tehát én megígértem nekik, hogy ameddig lehet, addig folytatom, és tehát a újságot is, meg magát a szervezetet is viszem tovább. Hát a tevékenységi körünk az már minimális. A kapcsolattartás, vagy hát összekötése az embereknek, az arra még mindig van példa. Az újság megjelenítése, megjelentetése, amiben az emigrációs csoportok hírei kapnak helyet, illetve a magyarországi testvér szervezetek olyan, úgy, mint a Honvéd Hagyományőrző Egyesület hírei, és egyebek kapnak benne helyet, cserkészet is vitézi 56-os hírek, mindenféle, amik mondjuk kapcsolódik a témához. Úgyhogy ez még folytatódik, ameddig mondjuk észszerűen tudjuk csinálni. Hát segélyezés már ugye nincsen, mert anyagi forrásaink úgy nem nagyon vannak. Még a vörösi szap katasztrófát a Simonyék ott, ott, mondjuk küldtek valami segítséget egyébként Magyarországra, és hát az évtizedekkel korábban meg a özvegyeknek, hadi özvezeknek, meg családoknak, árván maradtaknak segítettek elég sokat. Úgyhogy hát ez a MHBK tevékenysége ma is világszervezet még hát idézőjelben, mert még van csoport, működő csoport, például Brazíliában, Ausztráliában, Franciaország, Ausztria, akkor Kanadában, Torontó és Kalgariban, USA-ban Buffalo és chicago Tehát mondjuk elméletileg még világszervezet, de inkább szóval most már hagyományőrzésre korlátozódik valóban a, a, a tevékenység, illetve az újság megjelentetésére. Hát, ahogy mondtam, az ígéret az, ami. <haz> én, én nem vagyok történész, tehát a, mondjuk az a része nekem, Érdekes, de nem mélyülök el benne, hogy mondjuk katona vagy hadtörténetileg a, a kezdetekben mi volt, meg a, a célok hogy valósultak meg. De azt tudom, hogy a MHBK a magyar cserkészet mellett valószínűleg a legbefolyásosabb és legszertágazóbb emigrációs szervezete volt, volt a világon, tehát a magyar menekült cserkészet mellett. Igen, itt Clevelandben is én még voltam egy pár bálon, és nagyon szépen megszervezett bálok voltak, és hiányzik, hiányzik. Hát igen, a, a magyar katona szellem, örök magyar katona szellem továbbadása, ez így is meg lehet fogalmazni a szervezette egyik célját így általánosságban. Most térjünk egy harmadik témára is. Minden adásunk végén felszoktuk olvasni mostanában ezt a hirdetést, hogy folytatódik az online magyar nyelvoktatása Cleveland State University-n, melyre regisztrálni január 13-ig lehetséges. Bárki jelentkezhet rá az usa vagy akár az egész világból, életkortól függetlenül nem kell hozzá diáknak lenni se. További információkat megtalálnak az egyetem weboldalán. A kezdő szinte dr. Tóth Gergely, míg a középhaladókat dr. Fehér Krisztina tanítja. Hogy haladsz ezzel, a, erről is egy pár dolgot mondjál. Rendben, köszönöm szépen. Hát jól haladunk vele. Nem, nem, nagy számokról van ugye szó ezek. Ugye Continuing Education keretében zajlik az oktatás, ami azt jelenti, hogy a legtöbb diák az nem rendes diák, hanem dolgozó emberek vagy nyugdíjasok, akik valamilyen okból legtöbbjük legalábbis felfedezi a, annak szükségét, hogy a gyökerekhez visszatérjen, vagy a családtörténet kutatása, vagy magyar állampolgárság megszerzése szerepelnek még személyes motivációik között nagyon gyakran. A Krisztinával tegnap ismerkedtem, vagy tegnap előtt személyesen megelőtt, tehát interneten már volt kapcsolat, munka kapcsolat, de most találkoztunk személyesen is. És hát a csoportjaink olyan 15-20, volt már 25 fős is csoportom is, de hát ez változik az adott év szerint. Hát a legtöbb az nyilván, mire, mivel Cleveland State Egyetem ohio van, de voltak ö, Japánból is, ö, aztán Spanyolországba, Csillébe élő, vagy ottaniak, vagy magyar származásúak, akik éppen valahogy oda kerültek, és ö, beiratkoztak, tehát ugye a címeket lehet látni érdekességképpen. De mondom, az öme az, az Amerika szerte ö, onnét való, és hát ö, lelkesek. Tehát mondjuk nem a legegyszerűbb ugye interneten tanítani, mert, mert hát azt nem arra találták ki tulajdonképpen ez egy kompromisszum, de vannak sokan olyanok, akiknek mondjuk ez az egyetlen lehetősége arra, hogy tényleg a magyar nyelvben elmélyüljenek, akkor is, hogyha mondjuk nem kifejezetten egy társalgási alapú óráról van szó, de azért alapvető, szókincset, élethelyzeteket, alapvető szituációkat, például vásárlás vagy főzés, vagy köszöntések, ilyen dolgokat mondjuk nagyon sikeresen meg tudnak tanulni ezzel a programmal is. Úgyhogy most majd a tavasszal a kezdőnek a második részét fogom tartani. Tehát ősszel van mindig a kezdőnek az első része, tavasszal a kezdő második része, és most a Krisztina be tudta indítani a haladó egy, illetve haladó kettőt szintén őszi-tavaszi elosztásba, tehát most uh -huh. arra is akadt a forrás. Nagy a te diákaidat veszi át egy idő után. Igen, hát az volna éve. mondjuk a leg, hát igen a legjobb Ideális lehetőség, mind. legideálisabb megoldás, mert akkor lenne alkalmuk folytatni. Igen. Uh -huh. Hát gratulálok neked, ilyen szerte ágazó munkát végzel, a legtöbbért még nem is kapsz fizetést, és mégis tudod csinálni a diaszporai magyarságért, vagy annak az emlékének a megőrzéséért. Igen, hát ez, hát ez egy kihívás, ez egy, ez egy nem egy pihenés, ugye amit csinál az ember, mert hát ugye az utazás, az, ahogy mondtam, félig nomád körülmények között zajlik mindig ez a néhány hét, de hát nem én vagyok az egyetlen, aki a diaszporában önkéntesen vagy ingyenesen dolgozik, vagy végzi a munkazömét, ezt nagyon jó tudjuk. Csak így megy a dolog, nagyon, nagyon elenyésző azoknak a száma, akik valamilyen fizetést kapnak valahonnan. Úgyhogy ezt folytatom, és hát hagyj zárjam, nem tudom, hogy közeledünk-e a beszélgetés Igen, végéhez, de hagyj zárjam egy köszönettel ugye a Nádasék, illetve Pereszlényi Márta felé, akik megszervezték és életben tartják a Magyar Kongresszus immár 61. alkalommal, ami hát szerintem egy fantasztikus eredmény 1960 óta minden évben megtartani ezt a kongresszust, ami a, hát a magyar szellem, egyik egy legfontosabb összejöveteli helye még ma is, úgyhogy köszönjük nekik a újabb sikeres rendezést, és hát visszatérve egy pillanatra a fényképezésre, a Road két Hát három legutolsó magyarról tudok, akik, lehet, hogy még vannak mások is, de az egyik Mihály Ernő, aki körülbelül két éve halt meg a, a Evangélikus templom részéről, Isten nyugosztálya a házát kívülről, lefényképeztem annak idején. A másik Tarcsai Ferenc és Julika voltak 56-osok Szent Gotthár Szombathely környékéről ők nagyon aktívak voltak a Szent Margit, illetve Szent Erzsébet templomban, soha nem akartak elköltözni a Bakájródról, keleti, tehát az East 114. utcában laktak, de most már ők sincsenek ők is, ö, ugye, ők is őket. És a harmadik, akiről tudok, az ő szerintem megvan, a Jámbor nevű magyar származású lakatos, aki viszont 63 év után most kellett, hogy bezárja az üzletét ott a Bakály és a nem tudom 122. harmadik utca sarkán. Az volt az utolsó magyar üzlete, hivatalosan magyar üzlete a Bakály Ródnak. Most, amikor ott voltam júniusban fényképezni, akkor volt kint a kézzel írott felett, hogy köszönünk mindent, 63 év után muszáj bezárnunk, úgyhogy ő viszont gondolom még mindig ott lakik a bakájon, őkről szerettem volna még így helyi, helyi vonatkozásba megemlékezni. Uh -huh. Hát nagyon szépen köszönöm, és egy jó végszó volt ez a bakájrodról említeni a pár szót. Köszönöm szépen!